Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Az aktuális szerelmi energia, ahol feltesszük a három fontos kérdést, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni. Ezúttal az olasz kártyákkal dolgozom, mert többen kérték tőlem ezt a jóslást, illetve hogy mutassam a kártyákat. Ennek az az oka, hogy bemutatom a kártya csomagaimat, és készítek ezekről felvételt. Hogy tudjátok azt, hogy melyik csomagban milyen kártyák vannak, ez megkönnyíti a döntéseket vagy a vásárlást, és az olasz kártyacsomagról készítettem egy ilyen videót, így többen látták a kártyákat, és ez volt a kívánság, hogy mutassam így a kivetésnél is. Ezért döntöttem most úgy, hogy ezúttal az olasz kártyákkal dolgozom. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve, ez itt felül és alul látható. Itt ez a kártya jelenti a nyereményt, a nyerességeket. És itt alul ez a kártya utal arra, hogy valaki szolgál valamit. Tulajdonképpen jelentheti a munkahelyét, hogy eddig úgy érezte, hogy ő volt a szolga, így szimbolikusan gondolom, tehát nem saját céggel indított, hanem ott volt a munkahelyén, és ott kellett neki helyt állnia. Mivel ő ott szolgált, ez utalhat arra, hogy úgy gondolja, hogy a munkahelyén kihasználták őt, és most itt van a nyeremény, van egy kis rizikó ebben, de lehet, hogy szeretne valamit kiépíteni, egy saját céget, akar kereskedelmi kapcsolatokat, nyerni akar, nyereményt akar. És szeretné ezt abba hagyni. Ő nem a szolga, hanem ő a saját maga ura. Ami a kapcsolatokat illeti, mint például barátságokat, ő úgy gondolja, hogy mindig másokat szolgált, és mások kihasználták őt, és most szeretne ő nyerni. Most megnézzük az érzelmi világát, ami itt bal oldalon látható. Itt van az állandóság. Fontos számára a stabil párkapcsolat. Nem csak a párkapcsolatra hat ki ez a kártya, hanem jellemzi a munkahelyet is. Szüksége van egy stabil anyagi helyzetre, vagy egy stabil munkára, de nem akar másoknak a kedvébe járni. Itt látható egy találkozás, amit tervez, de ő úgy érzi, hogy valaki figyelget benneteket, vagy irigy, vagy kíváncsi, vagy féltékeny. Itt a képen egy férfi látható, de ez lehet egy nő is. Amit ő még érez, hogy valami lesz most az életében, mégpedig egy szerencsés fordulat, egy meglepetés, vagy egy jó ajánlat, vagy kettőtök között egy szerencsés fordulat, egy stabil párkapcsolat. Mit fog tenni az itt látható jobb oldalon? Ő úgy gondolja, hogy nálad megvannak a vágyak, az elképzelések, sőt, vársz rá. Itt látható az utazás, ő útban van hozzád, vagy tervez veled együtt egy közös utazást, egy nyaralást, és itt látható a szerencse. Tudja azt, hogy szerencsétek lesz, vagy boldog veled együtt. És most megnézzük, hogy még mit mutatnak a kártyák. A nyeremény. Itt látható a szerencse, nyerni fog. Ha van nála egy ilyen terv, hogy kiépít valamit, akkor ez nyereséget fog hozni. De ez lehet egy lottó nyeremény is.
és ő eddig másokat szolgált, változik a helyzet. Itt látható a bíró, ami jelenti az igazságot, vagy az igazságtalanságokat. Ő úgy gondolja, ez a helyzet igazságtalan volt. Az állandóság. Itt a ház jelentheti az otthont, vagy valaminek a kiépítését. Ez lehet egy vállalkozás is. Ez a terve. És itt a találkozás és a féltékenység. Ez elmúlik, hiszen a veszteség eltávolítja ezt a hamis szemét. Milyen örömteli esemény várható? Ez lehet egy házasság tervezése a kapcsolat kettőtök között, ami az üzleti dolgokat illeti, ez a kártya jelenti a szerződéseket, ahol lesz egy váratlan öröm és nyeremény. Az utazás. Megbízhatsz benne, ő esküszik valamire. Itt lesz egy utazás, vagy egy közös életút. Ő érzi azt, hogy te vársz rá, de kicsit szomorú vagy. Megvannak a vágyaid, az álmaid, hiszen itt vagy, mint egy szerelmes nő, hiszen te szereted őt. És a szerencse... A bosszúság, a viták, a veszekedések elmúlnak, lesz egy szerencsés fordulat, és a veszteség kártyája eltávolítja itt a hamis szemét. Az ő jelenlegi helyzete, ő tudatában van azzal, hogy itt van egy ellenség, itt a háttérben is látható, de eltávolítja. És a te jelenlegi helyzeted? Lesz egy kellemes meglepetés, egy ajándék. Ez a kártya jelentheti a kreatív tevékenységet is. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy leírhatod a véleményedet a kommentárba, mint például, hogy tetszik-e ez az olasz kártya kivetés. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!